Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket Sopronban és Pakson egyaránt. Egy kicsit bonyolódik a férfi kosárlabda bajnokság, hiszen most a mai mérkőzésen, ahol az SKT csapat az atomerőmű eső csapatát fogadja, a soproniak a második mérkőzésüket játsszák, ami a harmadik forduló mérkőzése, a paksiaknak pedig ez az első bajnoki mérkőzésük. És hát mindez azért történik, mert ezt a találkozót október 15-re sorsolták ki, csak akkor itt Sopronban a Haladás NB1-es labdarúgó csapata játszik a Ferencváros ellen, és minden más egyéb mérkőzést nem engedélyeztek. Ugye itt a szomszédunkban van közvetlenül a focipálya, és hát gondolom biztonsági okokból volt ez a rendelet. Így egy kicsit felborult a kosárlabda bajnokság, de sikerült lerendezni, a paksiak most látogattak ide hozzánk, tehát a harmadik fordulóból jött ide ez a találkozó, és 15-én pedig a hatodik forduló mérkőzését a Szolnok ellen Szolnokon játssza az SKC csapata. Pályán már mindkét csapat, és Földházi Tamás dobhatta fel a labdát, amelyet a vendég paksiak szereztek meg, amelyek fehér-pirosban játszanak, dominál a fehér, és a nagdrágon van keresztben egy piros csík, és már is egy akció, amelynek keretében Forte próbálkozott egy dobással, végül Watkinsról ment ki a labda. Mindkét csapatban jelentős változások voltak, elsősorban légiós téren voltak ezek a változások. Nálunk mind az öt légiós ment, újak jöttek, a paksi csapatban Watkins maradt, és majd későbbiekben mondom, hogy kik az új emberek. Nézzük a soproni csapat az SKC első támadását. Tret tette tovább a labdát, Dufault, majd Spica, Ruják, egy horogdobással próbálkozik, és az utolsó másodpercben sikerült betalálni a paksi gyűrűbe, tehát az első támadásból sikerült kosarat szereznünk, egy távoli kísérlet, nagyon távoli. Szameras egy új játékos a vendégeknél. Ő próbálkozott távolról, aztán Watkins középtávolról megoldja, és már is 2-2 az eredmény. Litvániából érkezett Szamenas, és mellette Forte, Taibbi és Hill, három amerikai az újak a paks keretében. Rossz az átadás, nem a labda fele mozgott Luis, és így kiment róla a labda. Nálunk Tret, Ruják, Spica, Dufault és Luis a kezdő ötös, míg a vendégeknél Watkins, Forte, Kovács, Szamenas és Medve Máté alkotják a kezdő csapatot. Egy jó bejátszás Watkinsnak, egy visszatett labda, Fortétől kapta, és egy szabálytalanság mutatja Frányó Péter, elkövetője pedig Dufault, ugye új játékos a soproni csapatba. Ugye érkezett nálunk Jay Tret, Marco Spica, Julian Mills, Austin Dufault és Kelvin Lewis. Az első jó volt, a második nem. Itt 2-3 az eredmény. Lewis szerezte meg a lepattanót, Austin Dufault, Spica teszi tovább, Luis távolról, rövid a dobás, Dufault szerzi meg a lepattanót, és már Ruják. Találkozott egymással a két csapat, felkészülési mérkőzés, egy nagyszerű labda Spicának, aki sajnos nem talál be a gyűrűbe, Luis pedig nem tudja megszerezni a lepattanót. Kovács az ő kezében. A paksi csapat irányítása, a karmesteri pálca egyénileg törbe, Spica szerelte, Dufault indul meg, és Medve Máté szabálytalankodott. Tehát szeptember 21-én itt Sopronban találkozott egymással a két csapat, akkor egy szoros mérkőzésen végül 87-82-re a paksi csapat nyert, tehát még nem volt teljes a csapat. Ott nem játszott Mills és nem játszott Ruják azon a találkozón. Tret, Luis,
Visszateszi Trettnek ismét Louis. Dufault. Lepattanó. Forte indulhat meg. Watkins várnál középen, de nem ő kapja. Forgolódik egy kicsit. Forte. Aztán megtalálja Samenas. Samenas. Fennakadt Trett. Ben. És újabb két büntető következhet. A találkozott Földházi Tamás, Frányó Péter és Vida Béla vezeti, dirigálja, a szövetség ellenőre pedig Hartyányi Zsolt. A mai találkozón nagyon pontosan dob Samenas. Érdekesek a paksiaknál, hogy Jan Pavlik van a jegyzőkönyvben, edzőként feltüntetve. Perauskas edzőnek nincs rendben a licensze, még nem kapta meg itt Magyarországon. És így hivatalosan ő nem meccselhet, de ő teszi. Egy eladott labda után gyors vendégakció, és megint csak Samenas volt eredményes. 7-2-re vezetnek a paksiak. A Rujákosáron kívül még nem sikerült a gyűrűbe találni, volt néhány eredménytelen próbálkozása a csapatunknak. Ugye mi már a második mérkőzést játsszuk. Kaposváron kezdte a bajnokságot a csapat, és sajnos egy már megnyertnek tűnt mérkőzést veszítettek el a fiúk 82-71-re. A második időben rettentő sok hiba csúszott a védekezésben. Dufault szerzi meg a lepattanót, aztán röviden dob. Na, nem megy be. Kovács. Rosszul kezd a csapat. Ez sem ment be. Dufault szerezte meg a lepattanót. Rujják beleáll egy hármasba, és nem talál be Watkinsé a lepattanó. Samenas. Kovács. Idegesen kezdett csapatunk. Watkins. Samenas. És mint Watkins, szabad előtte az út, de már ott van Spica, érkezik Kovács, és bepörgeti a labdát szabadon, időt kér Savári Balázs. Nem működik a gépezet. Legalábbis úgy nem, ahogy mi azt elképzelnénk és szeretnénk. 4,5 perc telt el az első negyedből, és 9-2-re vezet a vendég atomerőműese csapata. Csapatunkban a kaposvári mérkőzésen megsérült Takács, Norbi és Mills. Mind a ketten húzódást szenvedtek, Takácsi a súlyosabb, nem is játszik a mai találkozón. Mills sérült volt. Kijut a sérülése, de őt nevezte Sabáli Balázs. Kérdés, hogy mennyi játék lehetőséget kap majd a találkozó során. A paksi csapat a felkészülés során elsősorban a negyedik Morgan Ferdinand emléktornára hangolódott. 4 csapat részvételével zajlott ez a torna. A paksiok mellett az Albafehérvár, a Jászberény, és ha jól tudom, akkor a pécsi csapat szerepelt. Az atomerőmű a Jászberény győzte le az első találkozón 69-63-ra, majd a döntőben 86-68-ra kikaptak az Albafehérvártól, tehát másodikak lettek a negyedik Morgan Ferdinand emléktornán. Na nézzük, Spica, érkezik Rujják. Spica Watkinsot forgatja be, és kipattan a labda. Hill a pályán, tehát cserélt a vendégcsapat. Rövid, forte dobása, Trett, Dufault, no, ez szép volt.
Austin default kosarával végre talán megindulunk. 9-4. De hát így nem indulunk meg, szerencsére most velünk volt Medve Máté, Zicselt rontott, viszont Szamenasz úgy gondolja, hogy ezt helyre kell hozni, és már is 11-4 a paksiaknak. Dredd, Dufault, Spica. Dufault pályán kívül volt, oda passzolt el egy Spica, nem kellett volna. Újabb csere a vendégeknél. Nálunk is csere van, Spica helyett jön Tóth Gergely, a vendégeknél pedig Watkins helyett érkezett TB. Tájbi, nem tudom pontosan, hogy mondja a nevét, így is, úgy is hallottam. Hill, Szamenasz, ismét Hill, Ruják zavarja, Szamenasz, elvállalja távolról, és bizony bedobja. 10 pont a különbség, nem lesz ez egy jó fiúk. Ruják, Ruiz. Jól védekezik a vendégcsapat. Érvénytelen a kosár, mutatja Vida Béla. Viszont egy szabálytalanságot látott. Tejbi volt szabálytalan. Tóth, Lois, Dredd, ismét Tibi. Gyorsan összeszedett két faltot, és ez már a negyedik csapat hibája a paksiaknak. Tóth, Dredd, Lois nagyon szépen megy be, és hosszan dobja. Forte, Szamenasz, Medve, gyors játékot játszik, a vendégcsapat, Forte dobása lejön, Dufault szerezte meg, Ruják, nem tudunk mit kezdeni, az ellen az agresszív védekezés ellen, Dredd, nem tudunk tiszta dobóhelyzetet kialakítani, lassan dobja kell Rujáknak, szépen megy be, és pontatlan a dobás, Dufault nem tudja megszerezni, Madre segít, Forte, Medve egyből dob, rövid a dobás, a lepattanó a miénk, igen. Luis indulhat, de nem jön segítség, egyedül próbálja megoldani, támadófalt. Csere van. Luis jött le, és Julian Mills érkezik. Hill, Szamenasz. Nagyon szétnyíltunk, de aztán két ember között nem tudta megoldani Szamenasz. Elveszítette a labdát, Dredd, Dufault szépen végigmegy, falttal együtt dobja be. Bagó Martin is pályára lépett a vendégeknél, Medve ment le, és Kovács sincs a pályán. Perauskas edző már is mutatta többieknek, hogy mit kellett volna csinálni, hogyan kellett volna megoldani ezt a feladatot, ezt a védőmunkát. Na nézzük a plusz dobást. Ez is bent van. 14-7. Hill. Dredd követett el szabálytalanságot. A második hibája.
Trent jön le. Default is megindult. Ugye Dénes Gábor az ő cseréje. Hú, de kemény volt. A harmadik hibáját követte el. TV. Watkins jött be. A paksi csapatban. 20-asal pedig Bagó Martin. Ő már pályán volt, az imént érkezett. Dufault. Mills. Rujág. Dénes. Na nézzük. Rövid a dobás. Watkinsnak nem kellett sokat tennie, hogy megszerezze. Kezébe pottyant. Rujág mellett indult meg. Hill. Újabb szabálytalanság. Rujág kapta. Az ötödik csapat, falt, és ugye a két büntető. Paul Hill dobhatja. 15-7. A második is bent van, újabb csere. Samenas kap. Pihenőt, aki 9 pontot dobott eddig, és a legeredményesebb játékosa a mezőnynek, nálunk is csere van. Spica jött vissza, Dufault ül le. Rujág. Dénes, Tóth, ez is kijön, de megszerzi Spica a labdát. 1 perc, 40 másodperc van vissza az első negyedből. Mills, Tóth. Kovácsról ment ki a labda, Spica elől ütötte el. 2 másodperc, dobni kell. A lepattanó a vendégeké. Hill. Watkins. Egy távoli dobás kijön a gyűrűből. Will Tamás dobása. Rujág. Mills. És csak nem akar megszületni az első távoli. ...16-7 az eredmény. Borzasztó kevés az a 7 pont. 1 perc átra lévő idő a negyedből. Hill. Will. Kovács. Watkins már megy középre. Kovácsnak ezúttal nem sikerült az ümű már kétszer. Rujág. Spica érkezik Tóth. Egy sima, egyszerű, kétszer, végre valami. 16-9. Ennél több kell. Bagó tette tovább, Watkins. Hill. Senki nem zavarja, azt hittem, hogy hármas lesz, de Watkinsnak tette oda. Szerencsére kétszer is hibázott Watkins, majd róla vegy ki. Fantasztikusat küzdött a palákunk alatt. Szerencsénkre róla ment ki a labda. 10 másodperc, ez alatt kellene kosarra dobnunk. Rujág, Tóth Geri távolról, és most sincs meg, érkezik Dénes, és nem tudja bepöckölni, vége a negyednek. 16-9-es vendégvezetéssel zárul a negyed. 7 pont a vendégek előnye, mondhatnám azt is, hogy nem jelentős, tehát ilyen játékkal
nehéz lesz a felzárkózás, ennél sokkal-sokkal több kell. Tret, Luis, Tóth, Spica és Dénes hazai csapatban. Kovács, Hill, Watkins, Forte és Will Tamás a másik oldalon. Luis hozhatja játékba a labdát. A szurkolókon nem múlik semmi, biztatják a csapatot. Csak most eljöttének a pontos dobások. Tóth átadása nem jut el Spicához. Forte. Nagyon pontosan és nagyon messziről Hill. 19-9 a paksiaknak. Fred. Luis. Fred. Szabad a pálya, mondhatnám. Aztán eltakarítják. Kovács volt a vétkes. Jétret dobhat két büntetőt. Csak a másodikat sikerült a gyűrűbe juttatni. 19-10. Hill. Will-től kapja vissza. Ismét Will. Kovács. Tret szerzett labdát. Szabad előtte az út. És kivarad. Forte. Tóth mellett meg tudja oldani. 21-10. Még a biztosnak látszó dobások is kimaradnak, ezúttal betalált Rett. Kovács, Hill, Will, Hill megint távolról, ezúttal a másik oldalról nagyon rosszul, de hát Forte van ott és szedi le a labdát, könnyű kosarat szerez. 23-12. Tret. Tóth. Ismét Tóth. Tret. Megy az idő. Nem jutunk közelebb. Dénes. Na, megvan az első tripla. Talán ez egy kicsit majd átlendíti a fiúkat. Az a bizonyos gát felszakad. 23-15 a vendégeknek. Hill. Watkins. Hát gyanús volt, hogy nem lépette ki. Hill a büntető vonalról pontosan. A csima induló csellel, dobó csellel becsapja ellenfelét, és tiszta dobó helyzetbe kerül. 25-15. Pillanatok alatt visszajön 10 pontra a vendégcsapat. Mármint 10 ponttal vezetnek. Dénes. Újabb távoli kísérlet. Ez is bent van. No, talán Dénes. 25-18. Medve jön majd a paksi csapatval. Lévis ütött el a labdát, de nem ment érte senki. Hill. Visszatáncol a három pontos vonal mögé, aztán rosszul dob, gyengén, Will. A lepattanót nem tudjuk meg, most igen. Kovács próbált a gyűrűbe sorolni, nem sikerült, nézzük, Luis. És bent van, na. Luis nagyon jól dobja a hármasokat, ha elkapja a fonalat, hát most talán. Itt volt az ideje. Időt is kér a vendégcsapat. 25-21, 4 pontra sikerül följönnünk. Most megvillantak a fiúk egy kicsit. Ez egy kicsit reménykeltő.
Remélem, hogy mondhatom azt is, hogy nagyon reménykeltő volt ez a felzárkózás. Samenas ismét a pályán, mellette Kovács, Medve, Watkins és Forte. Kovács bejátszása Watkinsnak, ő magas, falttal együtt sajnos. Kihasználta magassági fölényét, pontos labda érkezett Kovácstól. És sajnos volt egy falt is. És a pluszdobás is bent van, 28-21. 7 pont a különbség. Tret. Lifo. Dénes. Luis. Eladott labda. Kaposváron is rengeteg eladott labdánk volt. Forte szalad végig, kap jó indítást. És zsákol. Hasonló megoldás. Lifo nem zsákol, hanem bejti a gyűrűbe labdát. 30-23. Samenas. Forte. Kovács. Kovácsnak készítette elő Watkins a labdát. És megint Kovács. Spica. Most jól fordult le Watkinsról. 32-25. Most megálltunk itt 7 pont különbségnél. Watkins, Forte. Samenas hármasra teszi Kovácsnak, aki közelebb megy. Onnét kihagyja, Watkins elsodorja a labdát, de a miénk lesz. Tretti ramodik meg. Default. És nincs, aki szedje a lepattanót. Bosszankodik Sabáli Balázs. Azért, mert nem kellett volna még eldobnia a labdát. Kovács. Watkins. Dénes tudott oda piszkálni. Frányó Péter mutatja, hogy Samenashoz ért a labda. Ezért visszajátszás. Jan Pavlik reklamál Hartyányi Zsoltnál, de természetesen eredménytelenül. Spica. Nagyon szépen sarkazott és teremtett magának dobóhelyzetet. 32-27. Kovács, Medve, Watkins. Kovács nem tudja betenni középre. Láb volt, mutatja Vida Béla. Kovács hozhatja játékban. Watkinsnak ívelte be, és eljut hozzá a labda. Samenas dob egy triplát. Borzasztó gyenge dobás Rujáktól, időt kér Sabáli Balázs, mert de szerencsére nem tudja átvenni jól a labdát, de megtartja Kovács. Három perc, 30 van vissza a második negyedből. Kovács közelebb tud menni. És Watkins. Senki nem megy a labdára. Watkins visszahúzza simán a paksiaké. Watkins próbálkozik, közelebb megy. És bepottyan a labdája.
időt kér Savári Balázs, érthető, megint 10 pont a különbség. Följöttünk 5 pontra, és megint a paksiak vezetnek. Watkins kapott pihenőt, Tibi a pályán, Matthew Tibi. Ruják, Spica, Lois. Szaminasz volt szabálytalan. Második személy hibája. Spica. Dénes, Ruják érkezett, és kapta a labdát. Spica. Na nézzük, mire megy Tibivel szembe. Betenni Rujáknak, ellopják előle. Újabb kosarat kapunk. Fort ismét zsákolhatott. 39-27. Tifon. Ruják. Spica. Luis megnézi a vonalat. Aztán dob egy triplát, csak hát ebből kellene jóval több. Dupla volt. 39-30. Forte. Meg tudja tartani, sőt, kosarat is dob. Amit rádobnak, szinte mindenbe megy. Ruják. Default. Dénes. Medve volt, szabálytalan. Spica helyett, Tóth Geri a pályán, Dénes helyett pedig Mills érkezik. Az ujját ütötte be az imént, amikor betört, és a gyűrűbe kapaszkodott. Mills, Luis távolról. Kipattan a labda, Tibi szerzi meg, a lepattanót Medve indul. Hill kérte, Tibi kapta. Lepattanót, Dufault szerzi meg. Mills. Elég nehezen sikerült tovább tenni. Jó volt a csapda, Tóth. Medve volt a szabálytalankodó. A negyedik csapat személyi. Érkezik Will, és Bagó, lejön a Medve, és Tibi. Luis. Mills. Ruják, Tóth, 41-32, ismét 10-en belül vagyunk, meg egy percen belül is, a második nélkül hátralévő idő, 40 másodperc. Will lopja a távolságot, pontatlan a dobás, Dufaulté a lepattanó, Ruják, Default indul meg. A kosár jó. Nézzük, ki kapja a faltot. Forte reklamál nagyon. Csere van. Sportszerűen szabálytalanságot ítéltek a játékvezetők.
Dufault dobhat. Némi szerencsével, de bent a labda. 41-35. És az SKC hozhatta játékba a labdát. Ruják, Luis, Dufault, Mills, Gulyás Milán, 34-essel a pályán, ő volt a faltoló, 5. csapat személyi, Mills dobhat, és zárkozhatunk, még közelebb, ha bedobja természetesen. Julian Mills első kosara, első találta, pontosabban első pontja. A második kijön, Forte szerezte meg a lepattanót, 10 másodperce van a paksiaknak. Mills faltolta. Csere van, és időkérés is van, a vendégcsapat kért időt, nyilván megbeszélik, hogy a 9,3 másodperc alatt hogyan lehet kosarat szerezni. Jelenleg 41-36 az eredmény a paksiak javára. Van még falt lehetősége a Soproni csapatnak, hiszen 2 csapat személy van csak. Na nézzük, Hill kezében a labda. Samenas. Tóth volt. A szabálytalan, neki még nem volt faltja. Megvan az első, 7,5 másodperc. De nézzük, ott egy beívelés lesz, nem? Samenas. Hill. Ruják faltolt. 4,5. Fortét sikerült megelőzni. Nagyon ügyesen csinálta Mills. Kierőszakolt egy faltot. 9-10 másodperc maradt. Bagó volt a szabálytalankodó, második hibája. 41-37. A második kimarad, és jöhet a harmadik, ugyanis emelkedett Mills, dobásra emelkedett, így 3 büntető van, ez is bent van. 41-38. Ezzel zárul az első félidő. 3 pont tehát a hátrány, sikerült felzárkózni, semmi nem dőlt el, de ennél sokkal-sokkal jobb játék kell hazai részről ahhoz, hogyha meg akarja nyerni az SKC csapata a mai találkozót. ...41-38 tehát az eredmény a paksiak javára. 3 pont a hátrány, és ezt jó lenne minél gyorsabban ledolgozni, persze ez még a paksiaknak is lesz néhány szabuk. A vendégcsapat kezdte a harmadik negyedet. Kovács, Samenas, Watkins, Will és Forte a pályán. Samenas nagyon szépen szerelt, tudják. A labdát próbálta megmenteni Trett. Róla ment ki. Jó volt most a védekezésünk. Trett, Ruják, Spica, Dufault és Luis a pályán az SKC csapatában. Egy kis értekezés
a játékvezetők között. Földházi Tamás hívott össze egy kis kupak tanácsot. Aztán minden tisztázódik, jöhet a paksi csapat Kovács révén oldalról. Ruják és Szamenasz szépen lögdösik egymást. Vida Béla más sem csinál, csak őket figyeli. Fortét előzte meg, Ruják. Kettő másodperce van a támadó idejéből a paksi csapatnak. Na nézzük, Kovács, Szamenasz. Elengedi, rossz a dobás. Frányó Péter Sipolt megállította a játékot, és azt mutatta, hogy lejárt a támadó idő, mikor eldobták a labdát. Ez azt jelenti, hogy oldalról kell jönni, tehát nem lepattanó labda volt, nem lehetett belőle indulni. Tret, Ruják, Dufault, Tret, Dufault, Spica. Watkins nagyon sportszerűen jelzi Frányó Péternek, hogy igen, igaza van, valóban ő szabálytalankodott, hátulról rögte Spicát, érvénytelen volt tehát a kosár. Lois, Tret, Ruják távolról, és megvan! 41-41! Sikerült tehát az egyenlítés. Kovács, Bill, Szamenasz, Bill, Watkinsot előzte meg Spica. Szereti ő játékba hozni, egy kicsit próbálkozott Frányó Péternél, hogy nem róla ment ki a labda. Ilyet a Paks, Szamenasz kezében a labda. Watkins próbál pozíciót fogni. Kovács eldobja és bedobja. 41-43. Tret. Most lesz jó a mérkőzés. Tret. És ott a tripla, a második tripla. 44-43, rátettük a vezetést. Kovács, Szamenasz. Kovács, ő is próbál egy triplát, nem sikerül. Ruják, Luis. Watkins egy kicsit megdolgozta, játékvezetők sípja néma maradt. Tret tett egy kört, aztán kihozza három pontoson kívülre. Spica, Luis nyugodtan dobhat, reméljük bemegy, és nem megy be. Watkins egyből emelkedett a lepattanóért. Fortán, Will, Watkins, Szamenasz érkezik segíteni. Nincs kosár, lépés hiba, igen. Lépéshibát fújt a játékvezető, marad a 44-43. Ruják, Dufault, Tret, Luis, Tret, Luis, Dufault, Spica, Dufault, egy szép tempó, 46-43. Más játszik most csapatunk, mint az első fél időben. Watkins nincs rajta senki, és tudjuk róla, hogy ő bedobja távolról is. A bemelegítésnél is jó néhány triplát dobott. 46-46. Dufault. Lepattanó.
nem tudja Spica megszerezni, Forte ütötte el előle. Kovács megszerzni tett, visszapattan Kovácshoz, Samenas emelkedik, kipattan a labda, Ruják indulhat, gyerünk! Létszám fölé. Tret, hú, de kapott. A kosár nem jó. Kovács ütött bele. Nem mondom, hogy szándékosan, Ruják arcába, de szabálytalan volt. Csere van, Watkins ment le. Bejött Tibi, és azonnal cserél. Savári Balázs is, Spica helyett Tóth Geri a pályán. Tóth, Lois. Tret. Próbál elszakadni Tibitől, Tóth Geri. Tret. Rujákot szerette volna megjátszani, csak Ruják pont ellenkező irányba indult. Marad a 46-46, és jöhet a Paks. Kovács szabadon bemehet. Nem zártunk össze, elaludt a csapat védekezésben. 46-48. Tret. Default. Lois. Nagyon szépen megy be, és nem megy be a labda. Lois bemegy, a labda viszont nem. Samenas. Will meggondolta, mégsem dob. Kovács mozgatja, csak úgy távolról a többieket. Karjelekkel, és meg tudja oldani. Lepattan róla Ruják, és bedobja. 46-50, 4 ponttal ellépett a Paks. Lois. Labdavezetési hiba, időkérés, Savári Balázs kért időt. Jó kezdés után egy kis megtorpanás, vezettünk is, nem sokáig, azonnal válaszoltak a második triplánkra, 46-46-ig, egál volt az eredmény, onnit 4 pontot szerzett a vendégcsapat, és jelenleg 46-50 az eredmény, 5 perc, 17 másodperc van vissza a harmadik negyedből. Félidei statisztikával nem tudok szolgálni, nem volt hajlandó a nyomtató végrehajtani a parancsokat. Úgyhogy ezzel lehet, hogy adós maradok. Kovács révén jöhet a paksi csapat. Tibi, Kovács, Samenas, ragyogó szerelés Tóth Geritől. Tibi kísérletét blokkolta. Ruják, Spica, Tret, és egy tripla. ...49-50. Samenas, Kovács, lépéshibát követett el. Tibi. Cserél a vendégcsapat. Bagó érkezik. Tret. Ruják. Tóth. Tret. Nagyon kemény csata. Ott középen Tóth. Elvállalja. Bepottya. Nem. Rövid a dobás. Forte emelkedett a legmagasabbra és húzta le a lepattanót. Kovács. Samenas. Bagó. Bírre ment a figura. És ha kell, a paksiak bedobják. 49-53. Biztató kísérlet volt, de csak kísérlet.
Tret részéről, nem sikerült válaszolni a vendégek triplájára. Kovács. Ruják indult volna elcsípni a labdát, nem sikerült. Lépésgyanús volt a dolog, de nem volt az. Könnyű kosarat szereztek a vendégek. 55-49, 6 pont. A különbség. Mills. Tret. Spica. Mills, Ruják. 3 másodperc, dobni kell. Tordjeri engedt el, lepattanó, mehet a játék. Mills sodorta ki. Will Tamás kezéből a labdát, így nem tudnak gyorsan indulni. A vendégek, csere van, Kovács jött le, és Hill érkezett a helyére. Hill. Forte. És megint Will, ezúttal kivarad, de senki nem indul, olyan kényelmesen indulnak játékosaink az ilyen labdák után, hogy hát lassan. Rossz dobás, végre megvan egy lepattanó. Mész indul meg, aztán visszajön Tret. Elvállal egy triplát, kimarad, és Forte szedi le a lepattanókat. Samelas, érvénytelen a kosár. Rosszul indult. Tret helyére Bán Tibi érkezett 3-as számmal. Kettő perc, 28 másodperc van vissza a harmadik negyedből. Tolt kezéből ütötte ki Forte, figyelni kell. Jön Dufault. Rod Gergelyt váltja. Watkins is a pályán. Samenas is lejön. És Medve is pályára lépett. Forte kapott pihenőt. És Samenas. Ruják. Bán. Borzasztó erős labda. Lassításban lehet megnézni adott esetben, hogy kiről ment ki a labda. Paks jöhetett. Watkins, rövid a dobás. Watkins jut oda, Millsnek második személy hibája. Ezzel megakadályozta, hogy gyorsan tudjunk indulni. A harmadik csapat hibája volt a paksiaknak. A kosár jó. Bagó harmadik hibája. Jöhet a plusz dobás. Ötvenöt-ötvenegy. 55-52. 3 pontra jövünk fel. Hill. Bagó. Watkins. Hill. Jó volt a váltás. Watkins most kijön. Egészen messziről Hill. Szerencsére nem talált be. A lepattanó pedig ezúttal a miénk. Mills. Default. Közelebb megy és átdobja a gyűrű fölött. Mills megszerzi. Default. Nincs falc. Spice szabálytalankodott.
az iminti esetnél a Paksiak palánkja alatt. Folyt a harc a lepattanóért, nem láttak szabálytalanságot. A játékvezetők, ezért zúgolódik némiképp. A soproni szurkolók egy része. Ismét pályán Tibi és Kovács. Kovács tesz egy nagy kört. Hill várja itt a labdát. Watkinsnak egy bejátszás. Egyértelmű szabálytalanság. Sportszerűtlennek ítéli Frányó. Nem ütött. Dufault kitette a kezét. Watkins vitte föl a labdát. Sportszerűtlennek ítélte Frányó Péter. Watkins bedobta, 56-52, 4 ponttal vezet a Paks, 50 másodperc van vissza a negyedből. Paprikás lett a hangulat. Kovács mész üldözi. Hill, Watkins. A lepattanót Bán szerzi meg. Most kéne nyugodtan. Kovács járt Póról. Belépett a meginduló Bán elé. Ő volt a szabálytalan. Ötödik csapat személyi, Kovácsnak pedig a harmadik hibája. Cserél csapatunk. Dufault jött le, Tóth Geri jött be. Bán dobhat kettőt. Nagyon fontos lenne, hogy bedobja. Nagyszerű, 53-57. Kipattan Watkinsé a labda, és már Kovács hozhatja fel. Szinte végig a Watkins. Kovácsot faltolták. Tizennégy másodpercről indul a támadó idő, és végig a Paksiaknál lehet. Nyilván az utolsó másodpercben dobják majd el. Kijebb kéne jönni Hillre, hiszen ő messziről is bátran vállalja. Nem láttak szabálytalanságot. A játékvezetők vége a harmadik negyedenek. 57-53-ra vezet a paksi csapat. 4 pont a hátrány, nem ledolgozhatatlan. De továbbra is csak azt tudom mondani, hogy több kell, több kell, több kell. Következik tehát az utolsó negyed. 4 pontos vendég vezetésről. Hill, Medve, Watkins, Tibi és Kovács. A Paksiaknál Trett, Lois, Spica, Dufault és Bán a hazai oldalon. Trett, Dufault, Lois, Spica, rövid a dobás. Hill, Medve, Tibi.
kimarad, aztán a lepattanó tretté lesz. Tret, Bán, Hill szerezte meg a labdát. Tibi, Lewis mellett visszateszi Watkinsnak, Watkins dobás rövid, Lewis megszerzett labda. Tret, Spica. Majdnem eladta, visszakapja, és aztán most bedobja. 57-55. Hill. Tivi, medve. Hill. Kovács. 59-55. Tret. Spica jól fordul, be kéne dobni, igen. Ezek most Márko Spica pillanatai. 59-57, de még mindig a vendégcsapat vezet. Kovács. Fölteszi a labdát, Watkins szerzi a lepattanót, és könnyedén dobja be. Tret. 57-61. Spica. Lewis. Szépen tette föl. Hill, Kovács. Watkins felejtette ott a lábát, abban esett el. Tret. A harmadik hibája Watkinsnak. Cserél a vendégcsapat, Watkins és Kovács megy le. Samenas és Forte érkeznek. Egy triplával át lehet venni a vezetést. Jelen helyzetben egy dupla is megteszi. Tret. Lewis. Egy kézzel sikerült megfogni, a medve húzza vissza. Vagy Samenas? Medve volt az. Tret. Spicát taszította meg, Tibi, akinek ez a negyedik hibája. Egy kis takarítás, Tibi mindjárt kapott a kispadról egy kis edzői tanácsot, hogy mit kellene, hogyan kellene és mit nem kellene. Dufault. Tret. Visszateszi. Dufault, ú, de lapos, és hű, de pontos. Méghozzá 3 pontos. Ezzel átvettük a vezetést, 62-61. De még nagyon-nagyon messze a vége, és izgalmas lesz a vége minden bizonnyal. Samenas! Bán Tibort látta Rányó Péter szabálytalannak. Tibi helyett már is pályán Watkins. Sűrűn cseréli játékosait. Perauskas edző. Watkins. Hill. Porter. Nem dobhat. Könnyedén tudott bemenni.
Szerencsére nem volt jó a dobás, pontatlan volt. Lehetőség az előny növelésére. Trett vállalja el és kijön a labda. Ilyenkor mondja Savári Valázs, hogy miért kellett elvállalni ilyen gyorsan. Volt még idő. Hill. Lepattanó. Spica. Trett. Már vannak indulók, de nem lehet indítani. Trett. Ezúttal Spica volt szabálytalan. Márkos Spica harmadik személyhibája volt. Hill hozza a labdát. Forte. Watkins. Senki nem ment a lepattanóra, így könnyedé lett. A hazai csapaté. Trett. Spica. Luis. Kettő pontos, ha bemegy, de nem megy be. Dufault-tal kellett volna menni a labdáért. Forte szerette volna visszatenni a levegőből Medvének. Közben Samenas szabálytalankodott. Samenas harmadik hibája, lejött Ivi, illetve Medve. Visszajött Kovács. Hill is a pályán marad. Trett. Luis. És rossz a dobás. Forte szerzi meg. Nagyon kellett volna pedig, de hát, aha, itt most nem segít rajtunk, ha bemegy. Kovács. Samenas. Lepattanó a miénk. Na, Forte ütött oda. Véleményem szerint, majd mindjárt meglátjuk. Nem, Watkins kapja. A negyedik hibája. 4 perc, 41 másodperc van vissza, és a vendégcsapat kért időt. 62-61 most már egy ideje az eredmény. Egyik csapat sem tudott pontokat szerezni. Az idő halad, de még mindig van bármi megtörténhet a mai találkozón. Megvan az öt csapat személyi Paksi oldalon, így Márkos Spica dobhat két büntetőt. Az első jó. 63-61. Nagyon összpontosított, a második is megvan. 64-61. Kovács, Forte. Kovács, Samenas távolról. Spicának fújják be a faltot, és ez azt jelenti, hogy Samenas 3 büntetőt dobhat. Cserélnek. Watkins lejön, Willi jön be. Hill pedig egy kis tanácsért jön, hogy mit is kellene csinálni. Perauskas már is mondja neki.
Itt van Kovács is. Szabinasz pedig bedobja az elsőt. És bent van a második is. 64-63. És egyenlít a paksi csapat. 64-64. Tret. Dufault. Tret. Elvállalja és bevarázsolja. Jay Tret a pontszerző. 66-64. Kovács. Gyűltette tovább, Kovács törve, kiérteszi Szamenasznak. Kimarad a három pontos, Forte megszerzi és bedobja. 2-3 Soptoni játékos között sikerült Forténak labdát szereznie és egyenlítenie. 66-66. Dufault, Bán, Forte, Spica, Ruják, Bán, ismét Ruják, megy az idő, Ruják dobja, rövid, Spica, és egy szabálytalanság bizony. Hill volt szabálytalan, úgy ütötte meg a labdát és Spica kezét, hogy Spicát arcon találta a labda. Bán Tamás helyett jön Calvin Lewis a pályára. Spica pedig ismét büntetőket dobhat. ...67-66. 3 perc, 20 másodperc van vissza a találkozóból. Ez nem volt jó. Forte és Hill a labda útja. Hilltől visszakapja. Lewis kapta a személyhibát, a második hibája. Szamenasz, kezében a labda, Kovács. Kovács kezéből kiesik, Szamenasz megszerzi. Szamenasz viszi, Dufault szerezte meg. Dufault, és nem tudja, de meg tudja. Mi van ott? Dufault nem tudta megfogja a labdát, tovább pöckölt, érkezett Lewis, és Lewis-szal szemben volt a szabálytalanság. Elég sok a reklamálás mindkét oldalon. Forte kapta a második személyhibáját. Lewis dobhat. ...68-66. Watkins érkezik majd. A második is jó, 69-66. Hill jön le. És Watkins érkezik a soptoni palánk alá. Szamenasz. Kovács. Szamenasz emelkedik. Rossz a dobás, de nem Watkins szerezze meg a labdát, hát nézzük, hogy megszerzi. Döbbenetes. Hárman állnak ott, és senki nem megy a labdáért.
Hát magas ember Watkins, de hát azért próbálkozni lehet. Luis, Dufault, Trapp, és Joey Trapp, és Joey Trapp bedobja. 72-68. Kovács, nem szabad engedni, hát gyerekek, senki nem figyel rá, bosszantó. Végre ellépünk egy 4 ponttal, és azonnal kapunk egy triplát. Hát a védekezés az a kaposvári forma volt a mérkőzés nagy részében. Trett megint dobásra vállalkozik, és bedobja Trett. Hallatlan izgalmak, 74-71, 1 perc, 35 másodperccel a vége előtt. Vél Tamás, Samenas. Végig tud menni, és be tudja dobni. Faltal együtt, igen. Egyenlíthet a paksi csapat. Sűrűn cserélnek a paksiak. ...74-73. A Samenas bedobja, akkor ismét egál. Bedobja természetesen. 74-74. Kár volt azért a Kovács tripláért, azt kellett volna elkerülni, és lehetett volna elkerülni, ha jobban figyelnek a fiúk. Luis. Medve lassította egy kicsit Ruják keresztbe futását. És Medvének az 5. faltja. Kipontozódott, érkezik Kovács helyette. Ruják András dobhat 2 büntetőt. Ismét nálunk az előny 1 ponttal. Most már 2-vel. Tehát ugye ki kéne védekezni a paksi támadást. Kovács. Kovács viszi. Samenas. Illetve Forte, bocsánat, Forte kihagyja. A paksiak jöhetnek. Nagyon határozott volt Földházi. Tamás utatta Frányó Péternek, hogy hődönt. 1 perc, 1 másodperc a hátralévő idő. Kovács. Forte. Watkins birkózik. Forte. Eldobja és bedobja, de érvénytelen a kosár. Három másodpercet fújt. Vida Béla. Tény és való, hogy Watkins ott átcsorgott a gyűrű alatt. Hogy az utóbbi időben, amióta új szabály van, ritkán ítélnek ilyet a játékvezetők. Most ezt ítélték. Lehetőséget kap csapatunk az újabb pontszerzésre és előnye növelésére. Letámad a paksi csapat. El kéne indulni. Trett indul. Na nézzük. Nagyon megy az idő. Spica próbál elzárni. Trett elvállalja. Lepattanó pedig nem a miénk. 25 másodperc a hátralévő idő. És elveszíti a labdát Samenas. Samenasról pattant ki, saját lábáról pattant ki a labda. Vezette, nagyon szoros őrizetet kapott. És saját lábára ütötte
20,2 másodperc van vissza, tehát végig tulajdonképpen nálunk lehet a labda. 2 pont az előnyünk, 76-74. Nyilván faltolni fognak a vendégek. Viszont mindkét oldalon megvan az 5 csapat személy, tehát itt a faltok dönthetnek. Ahogy várható volt, hallatlan izgalom itt a végén, de hát izgalmas volt a találkozó. Talán amikor 10 ponttal, 11 ponttal vezetett a paksi csapat, akkor ijedtünk meg ott az elején. Hiszen tudjuk, hogy nagyon erős kerete van a paksi csapatnak. 3 esélyes volt ez a mai találkozó, és még mindig az. A szurkolók természetesen a csapat mellett, Spica, Dufault, Lois, Dufault, Tret, Bagót küldték be, hogy faltoljon, meg is tette. Tret dobhat. 13,8 másodperc van vissza. Az első bent van. És a második is bent van. Azonnal időt kér Perauskas. 78-74, 4 pont az előny, 13,8 a másodperc a hátralévő idő. Ugye ebben az esetben az ellenfél térfeléről jöhetek oldalról a vendégek. No, lássuk! Dél kezével a labda. Nagy a mozgás, Watkins egy 3 pontosat enged el, és dobja be. Időt kér Savári Balázs. Watkins bedobta. Ő ráment a figura, kevés idő ment el. Nyilván most faltolni fognak. Hát, ha ilyen játékosa van a Paksnak, aki ezt meg tudja csinálni, akkor természetesen megcsinálják. Bejött az elképzelés. 78-77, 1 pont az előny, de most a Sopron indulhat. Illetve a Sopron hozhatja a labdát, nyilván faltolni fog a paksi csapat. Ruják hozza majd játékba a labdát. Default. Kapta a labdát, Will azonnal szabálytalan volt. Neki az első hibája. Csere van. Bagó helyett jön Watkins. Nyilván lepattanót szerezni. Default dobhat. ...79-77. A második is bent van. 80-77. 3 pont a különbség. Harmadik időkérése a vendégeknek, és gondolom megint ugyanazt eljátszák, mint az imént. Ha bedobják, akkor egyenlítenek. Ha nem sikerül, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Mindkét edzőnek bőven volt mondani valója, játékvezetőknek kellett mindkét oldalon biztatni a csapatokat, játékosokat, hogy jöjjenek.
A paksiak jönnek gyorsabban, de már ott vannak a hazaiak is. No, lássuk. Megismétik azt, amit az előbb, vagy más lesz, vagy Szamenasz dobja. Watkins, Kovács, elengedi, jó volt a bok, Watkins, és nincs labda, és a Paks kapja meg. 4,8 a másodperc, és a paksiaké a labda. A végsőkig kiélezett harc és izgalom. Ritka izgalmas mérkőzés. És időben nagyon hosszú mérkőzés. Nem szabad, 3 pontos dob Kovács, és elrontja Kovács. Kovács, Watkins, és vége a találkozónak, megvan. Hatalmas küzdelemben, 80-77-re nyert csapatunk. Az edzők kezet ráznak egymással, gratulálnak egymásnak. Férfias küzdelem volt, és soproni győzelem. Nagyon akartuk ezt a győzelmet. Az első fél időben nem tűnt könnyű mérkőzésnek. Felmerült az is, hogy a Paks győz, de nagyot küzdöttek a fiúk. A küzdőszellem minden esetre dicséretes a mai találkozón. Hát a játékon még van mit javítani. Gratulálunk a fiúknak. A végeredmény SKC atomerőműese 80-77, tehát 3 ponttal sikerült nyernünk. Ezzel az eredménnyel búcsúzunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket azzal, hogy Jászberénybe utazik csapatunk a következő fordulóban. Ott sem lesz egy könnyű mérkőzés. A viszontlátásra, a viszonthallásra. First of all, congratulations to Sopron team. Very good fight, very good game for both sides. It was a competitive game with a lot of hard work. Unfortunately, in the end, they got a few shots and they won the game. Először is gratulálok a Sopronnak, szerintem egy jó harcos, tele energiával mérkőzés volt. Mérkőzés végén ugye tudtak berobni pár kosár, ami mi sajnos nem, és ez döntötte a mérkőzés. Borzasztó, hogy a saját csapat tudja az edzőjét kizsigerelni. Ami a Kaposvári második féldőbe történt, illetve hogy a mai első féldőbe, az nem az az út, amin szeretnénk járni. Az egyetlen pozitívum, hogy egy ilyen játékkal meg tudtuk nyerni a találkozót, és többször visszajöttünk vert helyzetből. Ugyanakkor a sérülések sajnos sújtják a csapatot. Műsz nem edzett, de vállalta a mai játékot, de hát látszott, hogy 50%-os sincs a játéka. A Takács Norbi bízom benne, hogy minél előbb azért vissza tud térni combhúzódásából, és mai mérkőzésen pedig Dénes Gabinak eltörték, úgy néz ki a kéz középcsontját. Ha minden igaz, műteni kell, úgyhogy egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetbe, de most így kell megoldani a feladatot. Mindjárt következő idegenbeli találkozunk Jászberényben.